harmadfokú hőségriadónak köszönhetően a belügyminisztérium döntése alapján péntektől vörös kód lép életbe Fejérvár megyében. A rendelet arra kötelezi a szociális intézményeket, hogy minden rászorulót és hajléktalant lásson el. A Székesfehérvári Kríziskezelő Központ dolgozói folyamatosan fogadják a rászorulókat és hajléktalanokat, valamint a rendelet ideje alatt az utcán élőket folyadékkal próbálják segíteni, illetve igyekeznek megtalálni azokat a helyeket, ahol különösen veszélyeztetettek az ott életvitelt folytatók. 2005-ben kerültem utcára. Linkóci voltam, aztán alkoholista lettem. Orosz István lassan 2 évtizede, hogy utcára került. A közfoglalkoztatási programban évek óta részt vesz kertészként, és ennek köszönhetően mára már csak dolgozni jár a kríziskezelő központba. Barátjával albérletbe tudott költözni. Mint mondja, a meleg idején sokat szédül, neki is nagy segítséget nyújt az intézmény. Rengeteg folyadék, mosakodás, tegnap is ez történt. Itt a jó kis kerti csop, ami jó hideg víz folyik. Hát tegnap is megittem, hogy 3 liter vizet, hanem 4-et. Ugye a legfontosabb, hogy azért akik bejönnek ebben a vöröskod idején ide a nappali melegedőnbe, hogy ugye mindenki tud pihenni, ez a helyiség klimatizálta. Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ intézményvezetője úgy tapasztalja, egyre több utcai hajléktalan tér be hozzájuk, akiknek a folyadékon és a szálláshelyen túl zuhanyzási lehetőséget és mosó szárítógépet is biztosítanak. Vörös kód idején mindent embert, aki segítséget kér, be akar jönni az intézménybe, elsősorban a hajléktalanlátó intézménybe, azt fogadni kell. Tehát mindenkinek nincs ilyen korlátozás. Ha kitélt ott, ha korlátozták korábban, akármi vagy bárki az ellátást, kötelező befoglalni, tehát itt nincs mérlegelés. Az biztos, hogy a vörös kód a más szociális intézményekre, tehát nem hajléktalan ellátó intézményekre is ró feladatot, amennyiben nincs megfelelő férőhely mondjuk a hajléktalan ellátó intézményben, nálunk relatív elég sok plusz férőhelyek vannak. A szociális intézmények vezetői arra kérik a városban élő embereket, hogyha bajba jutott hajléktalan embert látnak az utcán, hívják a képernyőn látható 0620 957 94 10-es számot,